Ahhoz, hogy írni tudjak én valamit, ahhoz az kell, hogy az én meglevő gondolataimat megpillantsam a valóságban. Jelképként, konkrét cselekményként, egy esetként megtalálom a valóságban a gondolatomat, és akkor ezt tartom én felismerésnek, művészi felismerésnek, és akkor tudok valamit írni, másképpen nem. Én nem mutatkozom meg senkinek. És ugyan ki tudja, mi rejtőzik bennem. Mit hordok bölcs és hallgatok szívemben. Ugyan ki tudja. Vám? Ki fejti meg? Ki tudja lelkem miért és hogyan remeg? Hány furcsa szándék kergetőzik abban? Hány aljasságot forralok magamban és hány ízletes gyümölcsöt érlelek? Nem tudja senki. Sok minden tilos a gyermeknek. Tilos elcsavarogni a mezőn, Szent György nap előtt a fűbe ülni, rágyújtani egy cigarettára, és eltűnődni a felhők változékony alakzatain. Tilos bevárni az alkonyt, vagy éppenséggel az éjt, amikor kigyul a csillagsereg, azután komotosan hazaballagni és hanyat vágodni az ágyon, szabadon és felelősségre vonhatatlanul, mert kinek van köze hozzá? Ugyan bizony kinek. Mindez tilos a gyermeknek. Egy év alatt letett két osztályból a vizsgát, és utána kezdett el aztán az irodalommal inkább foglalkozni. A családi fám úgy tudja, hogy Deák Tamással álltak a Mariánum előtt, és nézték, hogy nincs egy szép lány se. Édesapám panaszkodott, hogy nem talál olyant, akit ő szeressen, és akkor jött le édesanyám a lépcsőn, és azt mondta, Tákné például ő. És akkor megismerkedtek, és 3 hét múlva összeházasodtak. Gyötörcsök, kedves! Rágj, rekesz magamba! Tetszellám már a földet, és légy az őre. Mérgezd csak meg rossz kedvel, furdalással a múltat hátra, a jövőt előre. Gyötörcsön. Legyen életem ezentúl egyetlen vad, lidércnyomásos álom. Űz, gyűlöltes meg önmagammal. Bűvölt kívánatossá hultom és halálom. Esküszöm, hogy így vannak előtte mozlom. Nagyon ritkán jártak ők az utcán. Egymás mellett, nagyon-nagyon ritkán, de a mozdulat az zseniálisan el van találva. Zseniálisan eltalálta a mozdulatot Jánoska, hogy kell, milyenek voltak a szülei. Székely Jánost 63-ban kezdik el megfigyelni, és ez a megfigyelés 8 dosszién keresztül tart egészen 1989-ig. Nem heti rendszerességgel, napi rendszerességgel, úgy szúrópróbaszerűen néha-néha, mikor ilyen nagyobb mozgások vannak, akkor hirtelen ráállnak. Vagy amikor az év drámája lesz a Caligula helytartója, és akkor írnak neki, hogy hogyan lehetne eljutatni, és nagykövetség, stb. De most erre a titkosszolgálatok mindig ugrott. Megfigyelni a fű hajlását, a vízcsepp legördülését, a halódok fuldoklását, a boldogok mosolyát, növényeket, állatokat és embereket. Szándékokba látóan mindent megértően figyelni. Megfigyelni magadat is akkor, amikor a legjobban szenvedsz, amikor a legspontánabbul működik benned az ösztön. Hogyan történik mindez? Semminek sem odaadni testestül, lelkestül magadat, mégis mindent testestül, lelkestül megélni, kitapasztalni. Ez az íróember aszkéta létének önellentmondó parancsa. Enélkül lehetetlen művekké kombinálni a szavakat.